Gerebjéket és lapátokat ragadtak a Heves megyei büntetés végrehajtási intézet elítéltjei azért, hogy megtisztítsák az érsekkertet. Már hagyomány, hogy a nagyobb rendezvények előtt a Börtön a Városért programban résztvevő fogvatartottak teszik rendbe azok helyszíneit. Most 8 fő segítette pargondozási munkák elvégzésével az egri bikavér ünnepre való készülődést. Ez alatt az idő alatt már több mint 100 alkalommal vettünk részt Egernek a megszépítésében. Jelenleg 8 fő fogvatartottal vagyunk itt az érsekkertben. Ők pargondozási munkákat végeznek, felásták a játszóteret, gerebjéznek, megtakarítják a parkokat. Hozzátette, a program célja, hogy erősítse mind az intézet, mind pedig a fogvatartottak közösségi szerepvállalását, és hogy mindez elősegítse a rabok reintegrációját. Mirkocki Ádám polgármester elmondta, a 2008-ban indított kezdeményezést a jövőben is szeretnék folytatni. A Nagy Balázs parancsnok úrral már a tavalyi évben megegyeztünk arról, hogy a 2008-ban indított Börtön a Városért programot mindkét fél folytatni szeretné. Én azt gondolom, hogy ennek a tavalyi évben egyetlen egy akadálya volt, és az idén is nagyon sokáig, ez pedig a járványhelyzet. Hozzátette, a Heves megyei büntetésvégrehajtási intézettel több helyszínt is egyeztettek, ahol a jövőben elvégeznék a tisztítási feladatokat. Mint mondta, bíznak benne, hogy a járványhelyzet alakulása lehetővé teszi majd a Börtön a Városért program folytatását Eger több pontján is.